Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó az M1-en, Székely Áron vagyok. A koronavírus járvány terjedésének gyorsulására számítanak a szakemberek idehaza a következő időszakban. A magas magyarországi átoltottság ellenére is emelkedik a fertőzöttek száma, és kórházban is hétről hétre egyre több beteget ápolnak. Lassan a koronavírus mellett megjelenhet az influenza is. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint érdemes minél több embernek az influenza elleni védőoltást is kérni. Továbbra is várják az oltópontokon azokat, akik még nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást. A Pécsi Kórház oltópontjára is egyre többen érkeznek, akik úgy döntenek, a harmadik oltást is kérik. Mikor mondták, hogy lehet jönni oltatni, persze nem szeretne az ember beteg lenni. A másodikat is ugyanígy megkaptam, mikor kaptam az értesítést. Most meg magamtól jöttem, mert úgy éreztem, hogy ebbe a korba, meg mindig kell ez már. Egy percre sem állnak meg az oltások beadásával Veszprémben. Szabadon lehet időpontot foglalni, és továbbra is az Európai Unióban egyedülálló módon 6 vakcina közül lehet választani. A hét utolsó napján is csaknem 200 embert várnak, akik kérték valamelyik koronavírus elleni injekciót. A szakemberek szerint a delta variáns leginkább azokra jelent veszélyt, akik még egyáltalán nem oltatták be magukat. Mégis úgy dönt, hogy nem veszi fel a védőoltást. Én ezt egyrészt önző dolognak tartom, mert messze nem csak arról szól a dolog, hogy saját magunkat védjük a védőoltással. Egy közös védettség kialakítása is fontos lenne, hogy nyugodtan élhessük az életünket. Másrészt természetesen a saját egészsége szempontjából is egy hazárdjátéknak tartom. A negyedik hullám tetőzését októberre várja a virológus. Rusvai Miklós a ma reggelben arra hívta fel a figyelmet, hogy a lassú emelkedés már elkezdődött, amihez hozzáadódik az őszi egyéb légúti megbetegedések egyre növekvő száma is. A vírus tényleges begyorsulása szerinte a hűvös, nyírkos idő bekövetkeztével kezdődik majd. A szakember hozzátette, nagyon magas a valószínűsége annak, hogy megfertőződik az, aki nem oltatja be magát, de az is elkaphatja, aki igen. Régóta mondjuk, hogy a fertőzést a vakcinázás nem akadályozza meg, az arra jó tulajdonképpen az oltás, hogy ne legyünk súlyos betegek, vagy ne halljunk meg a vírusfertőzések következtében. Az összes nemzetközi statisztika ezt támasztja alá. Magyarországon az elmúlt egy hétben 3306 új fertőzést regisztráltak, és 48-an haltak bele a betegség következményeibe. Nehéz ősz elé néz az egészségügyi rendszer, mert aki nem lesz beoltva, súlyos állapotba kerülhet a rendkívül gyorsan szaporodó delta variáns miatt. Erről az ELTE természettudományi karának dékánja beszélt a ma reggelben. Kacskovics Imre azt mondta, a környező országok átoltottsága alapján megállapítható, hogy a védőoltás valóban véd, hiszen ahol magas az átoltottságot, jelentősen kevesebb a súlyos betegek száma. Úgy gondoljuk, hogy a delta variáns az körülbelül kétszer, tehát kettőször fertőzőbb, mint az alfa, ez volt a brit variáns, és hogyha a lakosok fele, vagy talán csak egy kicsivel több, mint a fele van beoltva, akkor hogyha matekot osztjuk, szorzuk, az jön ki, hogy bizony én egy nehéz ősz elé nézek, azt várom, hogy sok fertőzött lesz, és különösen azok, akik nincsenek beoltva, azok nagy számban kerülnek kórházba súlyos intenzív ellátásra. A világon már csaknem 235 millióan fertőzöttek meg eddig a koronavírus járványban. A halálos áldozatok száma túllépte a 4 millió 800 ezret. Mind a fertőzöttek, mind a halálos áldozatok számát tekintve a listát az Egyesült Államok vezeti. Őt követi India és Brazília. Európában az Egyesült Királyságban van a legtöbb beteg, de a legtöbb halottat Oroszország jegyzi. Az ausztráliai Melbourne lett a koronavírus járvány miatt leghosszabb időre zárlat alá vont város a világon. A rekordot eddig Buenos Aires tartotta. Melbourne-t 6. alkalommal augusztus 5-én vonták karantén alá. Az itt élők eddig összesen 246 napot töltöttek már zárlat alatt. 140 millió forint értékben segítette eddig a járvány miatt árván maradt gyerekeket és családjukat a Regőci Alapítvány. Erről Herceg Anita, Áder János államfő felesége beszélt a Váci Regőci kápolna ünnepi szentmiséjén. Az alapítvány névadója Regőci István atya, aki a II. Világháború idején árvaházat nyitott hadjárváknak. Visszaemlékezem, amikor Regőci atomig él. Regőci Istvánra emlékeztek Vácon. Az atyáról elnevezett kápolnában az emlékezés koszorúját is elhelyezték, tisztelegve élete és munkássága előtt, amelynek legfőbb célja az elhagyott gyermekek megmentése volt.
A megemlékezéssel egybekötött ünnepi misén nem csak Áder János köztársasági elnök és felesége a Covid árvákat segítő Regulci Alapítvány kuratóriumának elnöke Herceg Anita vett részt, hanem mások mellett a 13 éves Kálmán Kristóf is, aki egyike azoknak, akiken már segített az alapítvány. Édesapám márciusban hunyt el Covid-fertőzésben. Egész életében fontos volt neki a szolgálat. Plébániák akolitusként szolgálta, munkahelyén a Piarista gimnáziumban is mindenki segítőkész embernek tartotta. Jelenleg édesanyám egyedül nevel. Ő a Váci Karolina Katolikus Általános Iskolában tanít matematikát, emellett rendszeresen kántorizál. Köszönjük szépen a Regőci István Alapítvány támogatását! Az ő története csak egy a több száz hasonló helyzetbe kerül gyermekei közül, akik egyik vagy mindkét szülőjüket elveszítették a koronavírus miatt. És bár pótolni a pótolhatatlant nem lehet, de segíteni a továbblépést igen. Ezért hozta létre az alapítványt a köztársasági elnök és felesége tavasszal. Közel 1000 gyermek lett árva vagy félárva a Covid következtében Magyarországon. Eddig 359 családnak, azaz 629 gyermeknek juttatunk el egyszerű nagyobb összeget, összesen 140 millió forint értékben. A közeljövőben a kuratórium kidolgozza a folyamatos havi támogatások feltételrendszerét, hogy arányos és kiszámítható segítséget tudjunk nyújtani a családoknak. Herceg Anita hangsúlyozta, az alapítvánnyal arra vállalkoztak, hogy személyre szabott, hosszú távú segítséget adjanak az árváknak, amíg önálló útra lépnek, szakmát vagy egyetemi végzettséget nem szereznek. Több mint 1 millióan írták már alá a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony petíciót, ezt jelentette a Fidesz. Egy hónapja, szeptember elején indult a gyűjtés. Eddig főként az utcai standoknál lehetett találkozni a kormánypártok önkénteseivel. Azt ígérik, hamarosan személyesen is bekopogtatnak mindenkihez. A petícióval azt szeretné jelezni a Fidesz, hogy sokan vannak, akik nem akarják, hogy visszatérjen a hatalomba az a baloldal, amelyik 2010 előtt tönkretette az országot. 1 millió olyan ember van Magyarországon, aki pontosan látja, hogy a magyar baloldal az elmúlt 15 évben Gyurcsány Ferenctől Gyurcsány Ferencig jutott. Ez az 1 millió ember pontosan tudja, hogy a baloldal vezetője továbbra is Gyurcsány Ferenc, ő irányít mindent, és rá szeretnének ezek az emberek, akik aláírták a petíciónkat, nemet mondani, hiszen ez az 1 millió ember pontosan emlékszik rá, hogy milyen volt a kudarcos Gyurcsány politika. Újra lehet pályázni néhány napon keresztül elektromos kerékpárok kedvezményes vásárlására, ma reggeltől péntek éjfélig. Az állami támogatás felső határa a kerékpár fajtájától függően 90 ezer vagy 150 ezer forint lehet, de maximum a normál vételár fele. Főként azoknak szól a pályázat, akik munkába járnának kerékpárral, és nagy könnyebbség lenne nekik az elektromos rásegítés. Újabb kastély újult meg, méghozzá az Emplén egyik legszebb, legfontosabb műemléke a Füzérradványi Károlyi kastély. A II. Világháború pusztítása előtt, sőt a háború idején is luxusszállóként működött, aztán az államosítás után sokáig szanatórium volt. Mostantól nagyon sokféle program lehetőséget kínál. Hatalmas kandalló, korabeli bútorok, márványfürdő. Így nézett ki az ország legnépszerűbb kastélyszállója 1938-ban. Mostantól egy kiállítás részeként lehet bepillantást nyerni a kor hangulatába, hiszen a kastély múzeumként látogatható. A kiállítás interaktív, ami azt jelenti, hogy képernyők, monitorok segítségével is lehet barangolni a termek között. Az 1938-tól 1949-ig működő kastélyszálló idejét fogja feleleveníteni. Az egyéni látogatók és a csoportban érkezők is rengeteg digitális tartalmat fognak kapni, gyakorlatilag vezeti magát a tárlat. A kastély felújítása 2018-ban kezdődött. A Nemzeti Vár program keretében több mint 1,7 milliárd forintos uniós és csaknem 1,4 milliárdos hazai támogatásból. Nem csak a belső terek újultak meg, hanem a homlokzat is visszakapta régi pompáját. A teljes belső történelmi térsorok, úgy mint a homlokzat, a tető megújult, valamint a 100 hektáros parknak az a része, amely a kastély közvetlen környezetében található díszkert. A program részeként a Füzérradványi Károlyi
Károlyi kastély mellett további 17 kastély és 12 vár is új köntösben várja majd a látogatókat. Ezek közül nagyon sok épület már átadásra került, illetve nagyon sok olyan épület van, amely még idén megnyitja kapuit a nagy közönség előtt, ilyen például a Simegi püspöki palota, illetve a Bajnai Sándor Metternich kastély. A füzéradványi Károlyi kastély kettől fogadja a nagy közönséget.